Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. Ebben a videóban a HPV vírusról lesz szó, és arról, hogy mit célszerű enni és szedni akkor, ha ezzel a problémával küzdködünk, illetve hogy mi segíthet abban, hogy megszabaduljunk tőle. A HPV egy DNS-t tartalmazó víruscsoport, mely napjainkban egy időben olyan 100 millió embert érint a Földön, és leginkább szexuális úton terjed a probléma. Több mint 100 fajta HPV létezik. A legtöbb esetben a test meg tud szabadulni a fertőzéstől, sok esetben viszont nem, így megjelennek a vírus tünetei, a szemölcsök. A bőrön, a kézfejen, a könyökön, a hüvelyben, a méhszájon, a szemérem, ajkakon vagy akár a szájban is előfordulhatnak. A HPV egyes fajtáinak jelenléte megnövelheti hölgyeknél például a méhnyakrák kialakulásának esélyeit, melyek egyébként általában jó indulatú daganatok szoktak lenni. Az orvosok a HPV kezelése során helyileg jódot adnak be, vagy sebészileg eltávolítják a szemölcsöt, illetve ecsetelőkezelést alkalmaznak. Az oltások is segíthetnek a vírus egyes válfajaival szembeni védekezésben, de a vakcinákat fiatalkorban célszerű beadni, 25 éve felett már nem igazán hatásosak. Nézzük meg először 4 olyan lépést, amit érdemes a táplálkozásunkban meglépni HPV esetén, majd utána 4-et, amit az életmódunkban célszerű megváltoztatni. Először is fontos megemelni az immunerősítő ételek arányát a táplálkozásunkban, magas C-vitamin tartalmú ételeket és italokat, mint amilyen a homoktövis, sok probiotikus ételt, mint amilyen például a görög joghurt vagy az erjesztett ételek, magas A-vitamin tartalmú ételeket, melyek legjobb forrásai a narancssárga színű zöldségek és gyümölcsök. Ajánlott sok szelénben gazdag ételt enni, ilyen például a brazildió vagy paradió, a tonhal és az osztriga. Jó immunerősítő a fekete bodza, amit szirup formában lehet fogyasztani, az echinácea vagy bíborkastvirág, illetve az astragalus vagy csütfügyökér kivonata. Az astragalus kivonata fokozza a telomeráz enzimek termelődését, melyek hatására lassul a sejtek öregedése és javulnak az immunfunkciók is a testünkben. Jó immunerősítő még a friss tiszta mépenpő is, illetve vele együtt lehet alkalmazni HPV esetén a propoliszt is. A második lépésben bevethetünk a vírusellenes gyógynövényeket is, akár kivonat, akár gyógytea vagy illóolaj formában is. A legjobbak a fokhagyma kivonat, a gyömbér, az olajfalevél kivonat vagy présli, illetve az ezüst kolloid. Egyes gyógynövényekből készült olajokat, mint amilyen a teafaolaj, a körönvirágolaj vagy az echinácea olaj is lehet külsőleg közvetlenül a szemölcsökre alkalmazni, vagy akár inhalálni is őket. Tegyél például kevés hidegen sajtott kókuszolajba többet a különböző felsorolt illóolajokból, adj hozzá egy propolis cseppeket, de majd vidd fel a szemölcsre. A harmadik a nikotinamid, ami egy B3 vitaminféle. Ez a vegyület igen hatékonynak bizonyul a szemölcsök eltávolításában. A nikotinamid por és kapszula formában is kapható gyógynövényes bioboltokban. A negyedik pedig a cink, az immunrendszerünk számára az egyik legfontosabb nyomelem. Vannak cinktartalmú, külsőleg alkalmazható szerek a szemölcsökre, illetve lehet cinktartalmú étrendkiegészítőket is szedni. A cink alkalmazása azoknál lehet hatékony, akiknél fennáll a cink hiánya szervezetben. Ilyenkor nagy dózisba kell alkalmazni a cinket, akár napi 400-500 mg cinkszulfátot is be kell vinni, de fontos előtte szakemberrel is konzultálni. És most nézzünk meg, mit ajánlod az életmódunkban megváltoztatni. Először is célszerű ószert használni, melyek ugye nem védenek 100%-osan, mivel a vírus bőrön keresztül is érintkezéssel is terjed, viszont az ószerek segítenek csökkenteni például a nemi szervi HPV kialakulását. Második lépésben természetesen célszerű elkerülni a nemi kontaktust olyanokkal, akiken látszódik a HPV tünetei. És az is igaz, hogy minél gyakrabban cseréljük a partnerünket, ugye annál nagyobb az esélye, hogy a vírust elkapjuk. A harmadik fontos lépés az immungyengítő tényezőknek a kizárás, illetve a visszaszorítása a mindennapjainkban. Ide tartozik a dohányzás, mely csökkenti az immunitásunkat és megnöveli a vírus esélyeit, illetve a stressz is. Már csak a stressz csökkentésével és menedzselésével jelentős változásokat érhetsz el. Tehát fontos lépés elhagyni a dohányzást, rendszeresen sétálni a szabadban, elegendőt pihenni, meditálni, rendbe tenni a gondolataidat, keresni a lelki békét, az érzelmi egyensúlyt. A negyedik lépésben pedig fontos feldolgozni az esetleges belső félelmeket és szégyenérzetet is.
beszélj másokkal, orvosokkal, hozzáértjük el a problémáról, a betegségről, ne tartsd magadba, beszéld ki, és légy őszinte magaddal és másokkal is a betegséggel kapcsolatban. És érdemes a HPV lelki okait is megérteni és változtatni rajtuk. A szemölcsök a bensőkből fakadó csúnya kinövések, melyek egyfajta üzenetet jelentenek a legbenső árnyék világunkból, egyfajta szembesítést jelentenek saját magunk sötét oldalával. A megoldás az, ha megkeressük azt, hogy mi az, amit megpróbáltunk elrejteni saját magunk, illetve mások elől az életünkben, abban az időszakban, amikor ugye a szemölcs kialakult. Ha megvan a probléma, azt fel kell oldani a titkok feltárásával, a gondolkodásmódunk átalakításával, illetve meg kell keresni, hogy a múltunkban milyen régebbi eseményhez kapcsolódik az egész. Mindezek feltárásában segíthet például egy pszichológus vagy egy kineziológus is. A szemölcsök egyébként Plutó problémát jelentenek, tehát ha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdezz rá mindenképpen. Összefoglalva végezetül még egyszer a 4+4 lépést, amit megléphetsz HPV esetén. Az első 4 az immunerősítő ételek és a vírus ellenes gyógynövények megemelése a táplálkozásodban, a nikotinamid és a cink alkalmazása, a második 4 pedig az ószer használat, elkerülni az érintkezést olyanokkal, akiken látszik, hogy fertőzöttek, az olyan immungyengítő tényező kizárása, mint a dohányzás és a stressz, illetve a félelmek és a szégyen a lelki okoknak a feltárása. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. A webshopom linkjét megtalálod itt fent, nézd be oda is. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülnek az a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!